Még egy héttel meghosszabbították a tanítási szünetet az ungvári iskolákban. Ezt a döntést hozta meg a járványellenes bizottság tegnapi ülésén. Resetár Vasil, az ungvári városi tanács egészségügyi osztály vezetőjének nyilatkozata szerint kevesebb az akut légúti vírusos fertőzésben szenvedő beteg növendék száma, ugyanakkor összességében megegyezik a karantén bejelentése előtti szinttel. Ha a karantén bejelentésekor a betegek száma 100 000 lakosra 1212 volt, akkor mára ez a szám elérte az 1414-et. Ez egy erőteljes mutató, vagyis jelenleg több a beteg, mint a karantén kihirdetésekor. Ami a légzőszervi betegségek osztályát illeti, ott az elmúlt másfél-két hétben változatlanul 50-55 gyerek fekszik. A hangsúly kissé eltolódott a 6 év alatti gyerekekre. Egy szlovák állampolgárságú férfit tartóztattak le tegnap a Ciril és Metód téren található szálloda közelében Ungváron. Dán Hanna, a Kárpátaljai megyei nemzeti rendőrség szóvívőjének elmondása szerint a férfi kocsijában több mint 2 kg kábítószer találtak. A férfit akkor tartóztatták le, amikor az illegális áruval a vevőre várt. A rendőrség elvégzett egy gyors tesztet, ami kimutatta, hogy a férfinél talált anyag metamfetamin volt. Az őrizetbe vett férfit 9-től 15 évig terjedő szabadságvesztésre és vagyonelkobzásra ítélhetik.